Május 3-áig, vagyis jövő hét vasárnapig egész biztos, hogy maradnak a jelenleg érvényben lévő korlátozó intézkedések Magyarországon. Erről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a csütörtöki kormányinfón. Azt mondta, hogy a kormány egyelőre korainak tart olyan nemzetközi gyakorlatban látott intézkedéseket, mint a diákok visszaengedése az iskolákba. Május 3-a után a védekezés új szakasza kezdődik majd el. Olyan új szabályrendszert kell megalkotnunk, ahol a leginkább veszélyeztetett idősebb korosztály és a leginkább fertőzött nagyvárosok védelmét továbbra is megfelelő körülmények között tudjuk biztosítani, de az élet és a gazdaság egyre inkább újraindulhat. Erről a kormány a jövő szerdai ülésén dönteni fog. A miniszter beszélt a kórházi ágyak felszabadításáról is. Szerinte orvosi és kizárólag szakmai döntés született. A május 4-én kezdődő érettségikkel kapcsolatban úgy fogalmazott, minden lehetőség adott, hogy biztonságosan megtartsák, de indokolt esetben 1-2 héttel el lehet halasztani a vizsgákat. Gulyás Gergely elmondta, hogy a magyar szakemberek is azt valószínűsítik, hogy a járványnak szeptemberben, októberben nagy eséllyel lehet egy második hulláma is.